Számos ponton változott az adózás az új hónap kezdetével. Július 1-től él a társadalombiztosítási ellátásokat és ezek fedezetét szabályozó új jogszabály. Mostantól a saját jogú nyugdíjasokat általános járulékmentesség illeti meg, függetlenül a foglalkoztatás formájától. Ezzel párhuzamosan a kifizető is mentesül a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól, ha a saját jogú nyugdíjast foglalkoztat. Az új jogszabály egyik legfontosabb előírása, hogyha a magánszemély egészségbiztosítási szolgáltatási járulék hátraléka egy meghatározott szintet meghalad, akkor tajkártyája inaktiválásra kerül, a legutóbbi módosítási javaslat szerint fél év után. Ezt követően egészségügyi szolgáltatás ingyenesen nem vehető igénybe. Módosult szerdán a szociális hozzájárulási adó mértéke is 2%-kal 17,5-ről 15,5%-ra csökkent. A változás érinti a kifizetői közteher mellett adható juttatások után fizetendő szochót és a főállású kisadózókat is, változik az ellátási alapjuk. A munkavállaló által fizetendő, vagyis a bruttó bérből levonásra kerülő munkaerőpiaci egészségbiztosítás és nyugdíjjárulék helyett társadalombiztosítási járulékot vezettek be, melynek mértéke változatlanul 18,5%. Ugyanez vonatkozik a társas és egyéni vállalkozók által fizetendő járulékokra. Az egyéni járulékok összevonása miatt változott a most érvényben lévő, a vállalkozókra vonatkozó járulékfizetés alsó határa, megszűnt a minimum járulék alap. Így a minimálbér alapján járulékot fizető vállalkozók havonta 5635 forint járulékkal fizetnek majd kevesebbet. Számlázni is másképp kell szerdától, az eddigi 15-ről 8 napra csökkent a számla kibocsátás határideje, azaz a teljesítés követően ennyi idő áll rendelkezésre a számla kiállítására. Emellett az eddiginél lényegesen szélesebb körben kell adatot szolgáltatni a kibocsátott és a befogadott számlákról.